a Tatának az életem múlt rajta, és gyakorlatilag mi nem értük el a céljainkat, egy kicsit a fiúk motivációja visszaesett, de jóval erősebb csapat vagyunk ismét, azt tudom mondani, sajnos nem tudtuk megnyerni a meccset, de azt hiszem, ha 6 gólról visszajön egy csapat az, az azért dicséretes. Ismét a harcosság az, az előtérbe került, és azért megmutatta a, a player ismét, hogy, hogy van erő bennünk. Hogyan értékeled ezt a szezont? Elégedett vagy a harmadik helye? Hát az eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett, viszont nekem ez volt az első mb 1 idényem, mint vezetőedző. Nagyon sok tanulságot le lehet vonni erről az idényről. Uh, egy dolog biztos, hogy ez egy igen komoly társaság, tehát ez egy nagy erő, uh, ez a csapat így egyben, ahogy van. Uh, itt többen a végén elérzékenyültek uh, a játékosok közül, mert uh, hát vagy tudják már, hogy elmennek, vagy el akarnak menni, vagy éppen elvesztik a csapattársukat, vagy uh, ez egy igen megható dolog volt, mert ez azt jelenti, hogy igen, nagyon-nagyon köt kötődnek egymáshoz, nagyon szeretik egymást, uh, egy ilyen csapatot vezetni mindig nagy büszkeség, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben is valami hasonló mentalitású társaságot tudunk majd összeállítani.